Sziasztok, barátaim! Ahogy a címből már kiderült, ma a 10 legfurcsább emberről fogunk beszélni. Nézzétek meg végig a videót, észrevételeiteket, illetve egyéb kommentjeiteket nyugodtan írjátok meg a videó alatt. Kellemes filmezést! 10. Benny és Jaxina Harlem. A Harlemek családi duettje New Yorkból, a modern színpadok egyik legrendhagyóbb duettje. Apa és lánya szüntelenül elkápráztatnak mindenkit. Modellként dolgoznak, mellette pedig saját szerzeményű dalaikat adják elő. Benny Harlem a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, 132 cm magas frizurája miatt. Érdekes, hogy lányának, Jaxinának szintén dús frizurája van, aminek viselését és kezelését Benny rendesapaként megtanította, hogy lányának ne legyenek komplexusai szokatlan külsője miatt. Érdemes megjegyezni, hogy a Harlem család gyakran posztol a közösségi média platformjain. A posztok néha vírusokká válnak, és hihetetlen sebességgel járnak körbe az interneten. 9. Valerie Smugley. A hosszú szempilla minden nő álma. Furcsa véletlen azonban, hogy ezen a téren a rekord egy férfié. Valerie Smugley szempillái ugyanis 3,4 cm hosszúak. Sikerének titkát ügyelve mindenre nem árulja el, csak a különleges táplálkozásra és igényes gondoskodásra utal. A legérdekesebb az ő esetében az, hogy amint felállította a világrekordot, azonnal megszabadult szépséges pilláitól. Valerie elmondása szerint a hosszú szempillákkal csak a baj van. Állandóan a szemeibe lógtak, kényelmetlenek és akadályozták az alvásban is. A szebbik nem képviselői azonban a mai napig nem hagyták nyugodni őt, szorgosan próbálkozva kideríteni a szempillái titkát. 8. Sarwan Singh. Sarwan Singh egy Kanadában élő férfi, aki 2,49 m-es szakállat növesztett. Jelenleg ez az abszolút világrekord az arcszőrzet kategóriában. A férfi azt állítja, soha nem használt krémeket vagy más növesztőszereket, amelyek stimulálják a haj növekedését. A szakáll maga nőtt ekkorára, amelyet ő maga égi áldásnak tekint. 7. Charlie Osborne. Ez a felettébb érdekes történet 1922-ben játszódik az Egyesült Államokban, melynek főszereplője Charlie Osborne. Egy nap a férfi megpróbált felemelni egy disznótetemet, hogy előkészítse a vágásra, de hirtelen elvesztette eszméletét. Amikor felébredt, fékezhetetlenül csuklani kezdett. Sem a hagyományos, sem pedig a nem hagyományos gyógyszerek nem segítettek Charlie-nak megszabadulni a problémától, így 68 évig csuklott. A legérdekesebb a történetben, hogy hosszú betegsége alatt Osborne teljes életet élt, megnősült és gyermekeket nemzett. Amikor aztán megünnepelte 95. születésnapját, a csuklás hirtelen elállt. Ennek a különös jelenségnek köszönhetően Charlie a Guinness rekordok könyvének tagjává vált, mint az egyik legkülönlegesebb ember a világon. 6. Chanel Tupper. A férfiak többsége azt gondolja, hogy a nőknek hosszú nyelvük van, hiszen elképesztően sokat csacsognak, főleg telefonon, miközben megtárgyalják barátnőikkel a legfrissebb híreket. Természetesen a hosszú nyelv kifejezést itt átvitt értelemben kell érteni, de Chanel Tupper esetében ez igazi valóság. Neki van ugyanis a világon a leghosszabb nyelve. Nyelvének hossza majdnem 10 cm. Chanel 8 éves korában vette észre testének különlegességét, amikor anyukájával egy fotó erejéig megpróbálták megmutatni, ki tudja hosszabban kinyújtani a nyelvét. Chanel nyelve a képen kb. Kétszer olyan hosszú volt, mint édesanyjának. A lány nagyon büszke nyelvére, és rendszeresen ámulatba ejti barátait, amikor nyelvével megnyalja az orrát. 5. Aneta Florczyk. A hölgy azzal tűnik ki a tömegből, hogy nő létére meglehetősen szokatlan sportágat választott, amelynek aztán a legjobbja lett. Súlyemeléssel foglalkozik, a női erőemelés vitathatatlan bajnoka 500 kg-os súllyal a sportág triatlonjában. Ezen kívül Aneta más kiemelkedő eredménnyel is híressé vált. Például 5 serpenyőt tekerhetett csőbe 1 perc alatt. Ezen kívül 12 felnőtt férfit képes felemelni a feje fölé 2 perc alatt. A lány nem tervezi itt abbahagyni, és továbbra is szeretné elkápráztatni rajongóit a különlegesebbnél különlegesebb mutatványaival. 4. Irén Szövel.
Irén Szövel, táncosnő az amerikai Tennessee-ből. A lány azonban nem külseje és tánctudása miatt vált híressé, hanem a tűsarkús maratonfutásban felállított rekordja miatt. Irén 42 kilométert futott 8 cm-es sarkú cipőben 7 óra 46 perc alatt. A távolság legyőzése után a bajnok megköszönte barátainak a sok támogatást, a napos időnek pedig a látványos barnulást. Harmadik. Kay Underwood. Életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe vagy nehéz szituációba, ami rengeteg kellemetlenséget okoz nekünk. Kay Underwood is egy ilyen helyzetben találta magát. Ő az egyetlen olyan ember, akinek papírja van arról, hogy nem szabad nevetnie. Csak meg kell nevettetni, és a lányizmai már is ellazulnak, amitől úgy padlóra esik, mintha valaki leütötte volna. Ezen kívül Kay hajlamos hirtelen elalvásra, még akkor is, ha egyáltalán nem akar aludni. A lány először ezt a furcsaságot akkor vette észre, amikor a bátyja hirtelen megijesztette, ami miatt 5 percre elájult. Ezt követően minden alkalommal, amikor a lány nevetni kezdett, izmai elernyedtek és ettől összeesett. A kutatók már több alkalommal próbáltak segíteni a lánynak, de eddig minden erőfeszítés hiába való volt. Második, a legnagyobb fülekkel rendelkező ember. Nemes ember. Mongóliában így nevezik azokat, akik nagy fülekkel rendelkeznek. Ránézve erre a csodálatos öregemberre azt mondhatjuk, hogy ő aztán felettébb nemes ember. A kép ismeretlen fotóstól származik. Sajnos az interneten nem található információ az öregemberről. De ez nem csökkenti rendkívüli tulajdonságát. Ha azonban elhatározza, hogy bemutatja a világnak méteres füleit, a győzelem ebben a kategóriában garantált számára. Első. Felix Zemdex. Az ausztrál férfi, a rejtvények fejtörők megoldásának világbajnoka, ideértve a híres Rubik kockát is. Jelenleg a 23 éves fiú birtokolja a Rubik kocka kirakásának rekordját. A 3x3-as kocka kirakásához kevesebb, mint 5 másodpercre van szüksége. Sikerességét saját munkamorájának és szüntelen gyakorlásának köszönheti. Felix 10 éven át naponta minimum 1 órát gyakorolt. Felix ma már rendszeres résztvevője a különféle versenyeknek, ahol a nézőközönség és a zsűri egyaránt megcsodálhatja fenomenális képességét. Mára ennyi, barátaim! Ha megtudtatok valami újat vagy érdekeset, lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel a csatornára. A továbbiakban még sok érdekességgel fogunk megismerkedni. Sziasztok!